Az egy, a két, az egy, két, három. Szembenézek, és elmesélek egy szép történetet. Nem tudom még a főszereplő, hogy te vagy én leszek. De rólunk szól, és megható, és át nem érható. És lesz a végén egy nem túl vidám, de ütős csak tanó. Megszülettem és eltemettem rögtön a kincseket. Vagyok már, de felébreszteni elfelejtettek. Aztán jött egy szó, alig hallható, de tisztán csillagó. És kérte tőlem, hogy vegyem észre, de nem tudtam, hogy jó. Hallgasd már, neked éneklek. Hallgasd, hallgasd, hallgasd meg. Tehát így jött végig. Megkeresném az elmúlt éveket. Megkeresném és visszahoznám, de elmúltak veled. Egy gyűrött kép, fájó szép emlék, mi tőled megmaradna. Senki nem fogja megismerni erőtlen hangomat. Második nap ez a formációnak a neve. Volt első nap is, vagy hogy jött ez a névválasztás? Ezt a történetét is a nőklapjába tartogattam egy cikkre, de akkor most nektek elárulom, hogy mi általában keddenként próbálunk, és a második napon, a hét második napján próbálunk. Ez egy opcionális elnevezés, és akkor hagyjunk valamit a nőklapjára is, jó? Beszéljünk egy picit a te hangszeredről. Mi ennek a pontos neve? Amin lábbal játszottam, az a klavikord nevű hangszer. Szerintem a nézők közül nagyon sokan még soha nem hallották ezt a kifejezést, és soha nem láttak ilyen hangszert. Mesélj nekünk erről egy picit, tényleg nagyon különleges. Ez a zongora őse, ez a hangszer, a klavikord. Régen, amíg nem voltak hangszórók, mikrofonok, stb., addig nagyon halk hangja volt, és ezért ment ki a divatból. Ezért váltották fel hangosabb, erőteljesebb billentyűs hangszerek. Eredetileg ti ketten voltatok, nemrég bővült a csapat egy női vokállal. Mi volt ennek az oka a bővülésnek? Az egyik koncertünkön jelentkezett, hogy szeretne csatlakozni. Igen, ennyi. Ahogy én a fejembe ez eltevődött, tehát hogy ő ott van, jelen van, úgy elkezdtek jönni zenei ötletek is. Ugye te egy nagyon friss formáció vagytok egyébként, 2020-ban alakultatok, hogyha jól tudom, pont a Covid időszakban, vagy ezzel összefüggésben? Nem, bár egy kicsit szerintem másnak is kinyitotta a tudatát ez a helyzet.
valószínű, hogy befolyásolta azt, hogy összeálltunk. Alig volt szereplésünk, tehát a műhelybe töltöttük az idők nagy részét. És rengeteg dal született nekünk. Bizony, rengeteg dal. Sanyi írja valamennyi zenét és a szövegeket is. Én csak a összerakás hangszerelésbe esetleg, de egyébként minden szerzemény az ő munkája. Normál esetben előbb van a zene, aztán a műfaj. Ez egy normál eset, itt megvolt a zene, Sanyi elég rövid időt, néhány hónap alatt megírt 15-20 számot, szöveggel, hangszereléssel, ötletekkel, egy nagyon-nagyon hirtelen, ilyen flash-szerűen jöttek. Hogy most ez milyen műfaj, nyilván, mint minden műfaj építkezik sok mindenből, magát a produkciót kell nézni szerintem, ha működik, működik, ha nem, nem szerintem működik. Én is abszolút azt gondolom, hogy volt egy ilyen különleges hangzásvilága, de működött a dolog. Igen. És nagyon érdekes az, hogy tényleg nagyon rövid idő alatt, és nagyon sok szám született meg. Igen, és hála Istennek jönnek továbbra is, tehát nem egy lemez egy zenekar lesz. Ha lesz első lemez, az követően már a második is meg lenne. Tehát van bőven. Sanyinál szerencsére a csap nincs elzárva, jönnek a zenék. Nagyon oldalra pillantottál itt, amikor a lemez szóba került. Esetleg van ennek valamilyen kulissza, titka? Semmi, csak néztem rá, hogy mit szól ahhoz, amit mondok. És mit szólsz hozzá, lesz lemez? Azt szólom, hogy majd utána megbeszéljük négy szem közt, meg rendezzük a dolgokat, ahogy szoktuk a próbahelyen mondjuk. Rajtunk nem múlik. Tehát mi azért keressük a lehetőséget, itt is azért vagyunk, hogy legyen valami, bármi. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ez többen folyamatosan változik, nem akarunk a fejlődés szót használni, tehát folyamatosan változik. Mi is azt mondjuk, hogy eddig így csináltuk, nem biztos, hogy így jó. Lehet, hogy egy egyszerűbb megoldás jó. Lehet, hogy egy bonyolultabb megoldás jobbá teszi. Tehát ezek a számok változnak is hétről hétre. Én azt gondolom, hogy ha van ez a dolog egyáltalán egy fejlődés, valamilyen értelemben van, tehát a szólamok igazodnak, plusz hát azt hozzá kell tenni, hogy ez egy borzasztó nehéz dolog énekelni, zongorázni, ez gyakori, de még lábbal a basszus játszani, ami egy popzenésen ritmikus basszus kell, hogy legyen, nem egyszerű. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy munkaváltozat, ami van, de talán elérte azt a szintet, hogy megmutatható, és hallani, hogy ez körülbelül mi akar lenni. Mivel nagyon friss ez a dolog, tehát mi is rengeteget kísérletezünk. Ez is egy kísérlet. Igazából az lát bele, aki ott van a próbán, tehát mi. Tehát egy-egy részt, egy-egy hangzást, vagy szólam felrakást, ezerféle éppen kipróbálunk. Hallgatjuk, hogy jobb, hogy nem jobb. Lehet, hogyha kívülről, ha most ezt hallottuk volna, akkor azt mondanánk, hogy ja, igen, ez meg ezt másképp. Tehát igen, tehát kísérletezünk. Nincs semmi kőbevésve. Új ez az egész, a felállás is, meg a hangszerelés is, kísérletezgetünk. Most, ahogy beszéltetek, ez főleg a zenei hangzásra vonatkozott, de beszéljünk egy picit a tartalomról is, dalszövegekről. Ez kihez kötődik? Igen, hozzám. Ja, igen. Én zenész vagyok már egész hosszú évtizedek óta, és mindig is szerettem volna komponálni, tehát csináljunk valami jó zenét, és csináltam is, és ez nem jó, tudod, az a filmekben, amikor összegyűrik a papírt, ez nem jó, nem elég trendi, nem elég modern, és akkor jött meg a múzsa hozzám, amikor el tudtam ezeket a trendeket engedni, plusz én nekem az nem működik, hogy van egy, nem igazán működik, hogy van egy szöveg, és azt megzenésítem, tehát úgy komplett egészként látom a dalt. Szöveggel, mondani valóval, zenével, mindennel. Ugye azt mondtad, hogy a trendeket így elengedted, azokat nem követed, de azért ikonod csak van, akire felnézel, és aki nagyon inspirál, mondjuk. Vannak példaképeim. Az egyik az Hambas Béla, akkor Remy Gaillardról nem tudom, hallottál-e? Ő egy másik példaképem, egy francia humorista, és Leonardo da Vinci-től nagyon sokat tanultam. Azt gondolom, hogy nem kell zenésznek lennie, hogy valakinek legyen példaképe és inspirálja akármibe. 10 év múlva, szerintetek, hogyha ilyen távlati célokat nézünk, hol és miről fogunk beszélgetni? Igazából én már régesség abban, tehát hogy mondjam, tehát már a lábaink előtt kellene heverni a világnak. Már régesség. Ahhoz képest, hogy fiatalok vagyunk a zenekart illetően. Egy zenekar már pedig akkor létezik, ha játszik. Ha van hol fellépni, többen, ahogy Sanyi mondja, ezért jöttünk el, hogy
valami legyen, valami zörögjünk, ne csak magunknak. Tehát valószínűleg lesz valami 10 év múlva, lehet, hogy nem. De a dolog maga a lényeg. Kifutja, nem futja. Valószínűleg ki fogja futni magát, mert szerintem van benne valami. Mert megbántottalak, megbocsátanod már nem szabad. Fúj a szél, az súgja vétkeztél, Isten és az ember előtt mondd csak mit tettél. Életemben voltak cimborák, de egyik sem volt igaz jó barát. Szél, a súgja vesztettél, Isten és az ember előtt, hát most mit tennél? Szerintem elbújok a föld alá, nyomomba nem léphetne senki már, szemedbe nem kell néznem, onnan már talán. Már tőlem szép mesél, talán nem is kérek több mesél. Fúj a szél, de bármit is beszél, Isten és az ember előtt bűnöd nem kímél. Szerintem elbújok a föld alá, nyomomba nem léphetne senki már, szemedbe nem kell néznem, onnan már talán. Szerintem elbújok a föld alá, nyomomba nem léphetne senki már, szemedbe nem kell néznem, onnan már talán. Senki már szemedbe nem kell néznem, onnan már talán. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.